nézzük a parti etetések során használt segédeszközök közül először az X-Plode etetőrakétát. Mint már említettem, szerintem ez egy világújdonság. Nagyon nagy segítségünkre lehet a parti horgászatok során. Egy rendkívül strapabíró műanyag testből áll az egész rakéta, mely többek között ennek is köszönhető, hogy nagyon stabilan tudja tartani a levegőben a röppáját. A végén található terelőlapkák a pontosságot biztosítják, tehát az egész kiképzése arról szól, hogy nagy távolságra pontosan tudjunk etetni. Ez pedig a mai modern pontyhorgászatnak az alapfeltétele. Nézzük meg, hogy ha kinyitjuk, mi található belül a tárolólekezbe. Kinyitottuk a belsejét, egyből látható a tárolólekez, ahol azonnal a legnagyobb örömömre, mikor először kibontottam, egy tartalék nyitószerkezet található. Tehát, hogyha ezt véletlenül le is ejtjük, eltörik a nyitószerkezet, nem kell abba hagyni a horgásot vagy az etetést, hisz itt a tartalék. Nézzük meg, mi található még a belsejében. Van egy hungarocel belül, ez élből már magasan emeli az értékét én számomra, hisz ha elszakad a zsinór, miután bedobtuk, nem fog elsüllyedni, hogyha egy-két kukoricaszem vagy bojlé még beleszorult, a műanyag test ellenére is nem fogja lehúzni, hisz a hungarocel fenntartja. Így nem kell újat vásárolni, hisz csak fogunk egy csónakot, bemegyünk érte és visszaszerezzük a víztől az X-Plode etetőrakétánkat. Ami még örömteli számomra, hogy inox minden fémanyag benne, tehát nem fog rozsdásodni, szinte örök darabok lesznek, amíg esetleg valamit nem követünk el, nem tesszük tönkre. A nyitószerkezet egy nagyon praktikus dolog ebben, hisz vízre érkezéskor, miután megüti a víz felszíne a nyitószerkezetet, ez azonnal kinyílik, és szinte kiömlik majd belőle az etetőanyag. Nagyon fontos ez azért is, hogy nem az orral befelé fogjuk húzni ezután, hisz lehet látni, hogy hol van rögzítve ez az etetőrakéta. Nem a kinyitott szája húzunk magunk felé, hanem a hátuljával könnyedén, pillanatok alatt ki lehet tekerni. Minimális ellenállás lesz a víz részéről az etetőrakétára. Tehát erre is jó, hogy könnyedén, gyorsan tudunk etetni. Egy olyan etetést tesz nekünk lehetővé, melynek köszönhetően villámgyorsan végrehajthatjuk ezt a tevékenységet. Felmerül a kérdés, mit is etethetünk be ezzel az X-Plode etetőrakétával? Szinte minden etetőanyag bejutatható vele az etetési területre, gondolok itt bojlira, pelletre, apró maglakra, tigrismogyóra, szinte minden. De mivel ez nem csak a bojlis horgászat kedvelőinek készült, hanem akár a féder vagy a etetőkosaras horgászok számára is tökéletes, ezért akár élőanyagot is bele lehet tenni, és azt is bele lehet juttatni, akár 100 méteres távolságra. Mint említettem, biztos vagyok benne, hogy forradalmasítani fogja a horgászatot azon belül is az etetést, ez a X-Plode etetőrakéta. A mai modern pontyhorgászatban nem nélkülözhetjük szerintem az alkalmazását.